Gábor, egy-egyes döntetlennel kezdtük a tavaszi szezont. Hogy érzed, miben kell fejlődni a csapatnak a Zete elleni mérkőzésre, hogy itthon tartsuk a 3 pontot? Hát talán a helyzet kihasználásba, mert megvoltak a lehetőségek, akár rögzített helyzetből, akár akcióból. Úgyhogy, de hát azt gondolom elsőre nem volt rossz nyilván. Én úgy gondolom ettől függetlenül most is, hogy főleg visszanézve a mérkőzést, hogy azért ebben a meccsben több volt. Úgy gondolom, hogy meg kellett volna nyernünk a meccset. Bojan Miovszkit új szerepkörben láthattuk, hiszen kicsit a bal szélre kitolva játszott. Hogyan láttad az ő teljesítményét, illetve mennyire voltál elégedett az ő futács Márkóval való kapcsolatával a találkozón? Nyilván, aki tud futballozni, az mindenhol tud futballozni. Nyilván nem úgy történnek ezek a dolgok, hogy a játékos nem tud róla, tehát elmondta, hogy ő játszott már ott. Nyilván egy gólerős játékosról beszélünk, próbálja az ember azokat a játékosok, akik veszélyt jelentenek a kapura, egyszerre fönntartani, de nyilván nekem elsősorban arra kell figyelnem, hogy a csapat ettől még jó működjön és stabil legyen, tehát ez volt igazából nem volt vele különösebb gond, nyilván egy kicsit idegen poszt volt neki, de ennek ellenére megvoltak a lehetőségei a gólszerzésre, úgyhogy nem az számít, hogy valaki hol játszik, hanem hogy milyen teljesítmény nyújt, hogy áll hozzá. Azt gondolom, hogy ez a része rendben, hogy sajnos a vége az nem volt jó. Mennyire lesz különleges számodra a hétvégi mérkőzés, hiszen dolgoztál az Zalaegerszegnél is? Nézd, nyilván nehéz ezekről beszélni, mert a nagyon hosszú időt nem töltöttem el Zalaegerszegen, viszont az az időszak, az a pár hónap, amit ott voltam, az nekem mindig is emlékezetes marad. Az, amit ott a csapattól, meg a szurkolóktól kaptam, azt az ember nem felejti el, főleg a mai világban, tehát hogy ahol ennyire szerették az embert és elismerték, az mindig megmarad, úgyhogy az volt, ez meg a jelen, úgyhogy nekem meg most az a dolgom, hogy az MTK-t győzelemre vezessem, és bent tartsam az élvonalba, úgyhogy az érzelmes dolgok mellett most talán ez nekem fontosabb.